Eljutottunk oda, ahova szeretünk volna, ugye az volt a fő cél, hogy olimpiai távon csapatba kerüljön a Nina, visszakerüljön a csapatba, ugye mert tavaly sajnos nem sikerült olimpiára jutni. A minimális cél volt az, hogy legalább egy számba, és ez érzésünk szerint úgy volt, hogy a négyes lesz, és hát ezt túl teljesítve a párost is sikerült megszereznünk. Ugye egy tisztán vasasos páros fog menni a párosban, ami azért ritka a kajakkenú sportban. E tekintetben kicsit Kati nénihez is csatlakoztál, te milyen volt vele a közös munka itt az utóbbi hetekben? Azt gondolom, hogy nagyon jó volt a munka. Én nagyon-nagyon sokra becsülöm őt az eredményei alapján, a múltja alapján, a tudás alapján, és tényleg nagyon élveztem a közös munkát, tehát elsősorban ő vezette a páros edzéseknek a programját, a felkészülését, én csak ültem mellette, illetve időnként ő kikérte a véleményemet természetesen, de én azt gondolom, hogy ez nem is volt kérdés, hogy akkor ő lesz ebbe a meghatározó. Nagyon jó kedve, nagyon együtt vannak emberileg is és szakmailag is, tehát a hajóban nagyon jól együtt tudnak evezni, és a parton is nagyon jól megértik egymást. Azt gondolom, ez nagyon fontos, hogy mind a kettőn élvezi a közös munkát és élvezi a kajakodást. Tehát igazából rájuk az edzéseken rakjuk, és hát a magad elvárása, azt gondolom, hogy az a legegészségesebb, azt mondjuk, hogy a maximumot hozzák ki magukból. Nyilván mindannyian hallgatólagosan az érembe reménykedünk, hát az tesz valamiket igazából boldogá, mert az a kemény munka, amit ők beleraktak az elmúlt év során, azt gondolom, hogy ez megérdemel egy kis jutalmat.